Mi magyarok. Felmérte a láthatatlant. Ötvös Loránd fizikus. 1848-ban a legfelsőbb körökbe született. Édesapja Báró Ötvös József író, politikus, édesanyja Rosti Ágnes, űsi Dunántúli családtagja, keresztapja Trefort Ágoston. Az ifjú Ötvös Loránd Korszokásainak megfelelően elkezdte a jogi egyetemet, de már akkori tanulmányai alatt áthallgatott természettudományi tárgyakat is. Végül Heidelbergben doktorált fizikusként, ahol a kor leghíresebb professzorai köztük Wilhelm Bunzen előadásait látogatta. Minősítése summa cum laude lett. Erről így számolt be apjának: E fokozatot nemigen osztogatják, Ebben a fél évben kívül még egy jelöltnek adatott. Skultusz miniszteri örömöt telhetik abban, hogy az is magyar volt. Neve Kőnig Gyula gyűri születésű matematikus. Hazatérve egyetemi katedrát kapott, és megkezdte méréseit és kísérleteit a budai hegyekben és pest házának udvarán. Ezeket Újvidék, Szabadka és Arad térségében, valamint Erdélyben és a Balaton jegén folytatta munkatársaival. Szenvedélyes turista és hegymászó volt. A terepkutatások alkalmával bejárta az országot. Ezek eredményeként megszerkesztett több mérőműszert. A leghíresebb, a nevét viselő torziós inga, amelyel megismerhető a föld belseje. A világ olajmezőinek jelentős részét ötvös ingával tárták fel. A műszereket a MUM elődjében készítették. A fizikus 1889 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Nevét viseli a legnagyobb hazai felsőoktatási intézmény, az Ötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.